Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A mai beszélgetésünk felvetése, építettem utat, hogy járhassatok rajta, és akivel mindenről beszélgetünk, Ocskai Gábor, tisztelettel köszöntelek, szervusz. Az oka, amiért ma találkoztunk, pedig nem más, mint hogy ebben az esztendőben, ugye 2017-ben Fehérvár, Székesfehérvár díszpolgára lettél, az idei esztendőben pedig a Fejér megyei közgyűlés is úgy döntött, hogy díszpolgári címmel ismeri el azt a több mint 4 évtizedes tevékenységet, amely meghozta Székesfehérvár számára a jégkorong sportot, illetve hát a sporton keresztül az ismertséget is. Örülök, hogy itt van velünk, és mindannyiunk nevében gratulálok. Nagyon szépen köszönöm. Igen, ezt az építettem utat, ez abszolút jellemző, de mielőtt erről beszélnénk, fontos, hogy egy kicsit a jégkorong pályafutásodról is essék szó, hiszen 1965-öt írtunk, Uramisten mondjuk, amikor én egyszer már mutattam neked, és mondtam a nézőknek is azt a képet, amikor a kis stadionban a Fodor kis rétfalvi Kolmenhelyer Ocskai ötös mutatták, a Jokabházi iskola a fiatal növendékeit, tehetséges növendékeit. Hát igen, tényleg nagyon vissza kell menni a történelembe ahhoz, hogy ezeket az időket fölidézzük. Ez a 60-as éveknek az eleje közepe, amikor a központi sportiskola jégkorong szakosztálya megalakult. Nagyon jól említetted, hogy dr. Jakabházi László volt a sportiskolának az a szakvezetője, aki gyakorlatilag lerakta az alapjait a jégkorongnál ebbe a klubba, és hát én azok közé tartoztam, akik tényleg a legeslegelejétől ott voltam ebbe a szervezetbe. Egy nagyon jó egyesület volt ennyi év távlatából, nagyon szép élményekkel. Az előbb említett nevek közül szoktunk is találkozni. Épp az elmúlt évben volt egy olyan összejövetel, ahol a KSI alapító első csapata találkozott egy baráti összejövetelen a Bőle Dezsőnél, és hogy hát még nagyon sokan szerencsére meg vagyunk és élünk. Úgyhogy nagyon szép napot töltöttünk el Lányfalun, és átbeszéltük az elmúlt 50-51 néhány év történéseit, hogy kivel mi történt. Ugye ez egy rendkívül érdekes időszak, mert ugye a szocializmus kellős közepén jártunk, a jégkorongsport helyen közel ismeretlen volt, budapesti központtal természetesen, de hát miként választ sportágat magának egy jól szituált polgári családból származó kisfiú? Hát ez véletlenszerű volt. A családban a sport az egy nagyon komoly érdeklődésre adott okot. Jártunk eseményekre, sporteseményekre, 10 évvel idősebb bátyámmal, édesapámmal, zömében abban az időben ugye a labdarúgás az egy nagyon-nagyon szárnyaló és nagyon-nagyon sikeres sportág volt, pedig az aranycsapat utáni időszakról beszélünk, de hát engem, mint kisgyereket, csak hogy mondjak egy példát, a bátyám alatt egyen járó Albert Florián varázsa vitt ki a futballra. Ők együtt jó ismerősök voltak, együtt játszottak a Madách gimnáziumi csapatába. Abban az időszakban még az ilyen gimnáziumok és iskolák közötti mérkőzéseknek óriási rangja volt. A tömegsport, mivel egy mai fiatal nem tudja elképzelni, ugye nem volt se mobiltelefon, se internet, se televízió, de gyakorlatilag a szabadidő hasznos eltöltése zömébe a sporton keresztül ment. Tele volt a főváros is grundokkal, a gyerekek labdáztak, fociztak, és ezáltal kerültem én a véletlen folytán egy 3 éves úszó pályafutás után a Jakabházi László kiválasztása alapján a felkérdezésre, hogy nem lenne kedvem jégkorongozni, mivel a műjégen látott korcsolyázni. Így indult. Lett, hála Istennek, hiszen ne feledjük, utána jött egy nagyon fontos időszak. Egyik oldalról 68-ban az innsbrucki olimpián szerepelt a magyar válogatott, másrészt pedig 69-ben pedig ti voltatok az első ifjúsági válogatott, akik szerepelhettetek és nyugaton is megmérettethettek. Tehát ez egy jó út volt, ez a választott út. Igen, én úgy érzem, hogy pontosan egy ilyen megszállott edzőnek a munkája következtében kialakult egy olyan garnitúra, akikkel már kiléphettünk utánpótlás szinten nemzetközi porondra.
életem első nyugati útja az 69 márciusában volt, pont Genfbe. 17 éves voltam az ifjúsági világbajnokság akkor, és örök emlék is marad, és ezt mindig elmesélem szűk körbe olyan fiataloknak, akik ma már esetleg 10-12-14 éves korukra fél Európát bejárták mindenfajta probléma nélkül, hogy az akkor egy mekkora dolog volt, hogy valaki elhagyhatta az országot nyugati irányba. Nekem például a középiskolát kellett váltanom azért, hogy ezen a bizonyos ifjúsági VB-n részt vehessek, mert az első gimnázium, ahova jártam, ott az igazgató nemes egyszerűséggel azt mondta, hogy ő politikailag, mivel nem vagyok kisztag, nem vagyok megbízható, és ezért nem támogatja az engedélyt arra, hogy csoportos útlevéllel én elhagyjam az országot. Egy másik fővárosi gimnáziumba, szerencsére a Kölcsey gimnáziumba annyival, mondjuk úgy sportszeretőbbek és normálisabbak voltak, hogy ott minden zökkenő nélkül ez a dolog megtörtént. Hozzá kell tegyem, hogy az egy kimondottan olyan gimnázium volt, hogy csak az osztálytársaim közül mondja két olimpikont, idősebb Cselászló és Kovács Edit gyorsúszó lány, aki abban az időben végigjárta velem azt a két évet, amit ott töltöttem. De az az iskola, az nagyon sportos beállítottságú volt, és ennek köszönhettem azt, hogy 69 márciusában kimehettem a világbajnokságra Genfbe. És egyenes utad volt, egyenes utatok volt ennek a korosztálynak, hiszen a tehetség és a szorgalom mellett megvolt az alázat, ami azt jelentette, hogy egyenes út vezetett a válogatottba, viszont jött egy óriási törés, 1975. Az a súlyos sérülés kettő törte a pályafutásodat. Miként éli meg azt egy fiatal ereje teljében lévő, sokra hivatott, hogy abba kell hagynia a szeretett sportágát? Hát ennyi idő távlatában is azt tudom mondani, hogy nagyon nehezen. Először is én már középiskolában elhatározottan azt döntöttem, hogy az iskola után is olyan területeken fogok tovább tanulni, hogy a sporton ne szakadjak el, akkor sem, hogyha a sportolói pályafutásnak vége van. Én nagyon szerettem a sportot, nagyon, hogy mondjam, vonzódtam is, a sportágak mindegyikére kíváncsi voltam. Én jártam vízilabda meccsre, jártam atlétikai versenyre, úgy tudtam kívülről a nemzeti sportba, akkor megírt eredményeket, hogy Fejér Géza, amikor mennyit lökött súlya például, tehát erre csak azt akarom mondani, hogy fókuszáltan ez volt az érdeklődési köröm, és nem csak kimondottan a jégkorong, mert az, ahogy említetted, az Magyarországon nem tartozott a legnépszerűbb sportágak közé, belterjes volt, 8 csapat volt a fővárosban, az ország többi pontján nem is tudták, hogy mi a jégkorong. Jeget csak a viszkibe láttak úgy, ahogy ezt annak idején Charlie megénekelte. Tehát egy olyan sportág volt, amelyik télen helyettesítette a focit, nagyon népszerű volt, főleg a két nagyon nagy klub, a Ferencváros és az Újpest révén, de természetesen a BVSC, a Vörös Meteor, aztán 70-től mi, mint Volán, amíg a fővárosban szerepelt ez a csapat 1977-ig, mi is vitézkedtünk azon, hogy a sportágunk egyre népszerűbb legyen. Aztán jött a nagy váltás, és ezt már elmeséltem neked is, meg sok mindenkinek, hogy ugye először is a Raktár utcában felépült a műjégpálya, amit sok-sok nagyvállalat összefogása hozott létre, majd megérkezett a Volán, és a BVSC, a Pallatónival arról beszélgettünk a múltkor, hogy a fele BVSC volt, a fele Volán, a 22-es Volán, és ugye Tiber Lacával, aki nemrégiben ünnepelt egyébként a 70. születésnapját, egy kicsit visszatekintettük, hogy együtt láttunk először jégkorong meccset kint a Raktár utcában, egy Újpest meccs, ráadásul az első meccs ugye 6-1-re nyert. De ez egy óriási dolog volt. Hát nagyon újszerű volt ez a dolog, először is azért, mert ilyen még az országban nem fordult elő, hogy egy fővárosban élő, fővárosban edző, fővárosban dolgozó csapat a hazai mérkőzéseit 1977. novemberétől Székesfehérváron játsza. Nehéz volt ugye a közönség is, úgy, ahogy te említetted, te is azok közé tartozták, élőben először látott itt ilyen mérkőzést.
egyáltalán a sportág megismertetése, a szabályok megtanulása, az érdeklődés felkeltése, de hát olyan körülmények voltak azért, ha visszagondolunk, hogy ott aztán a Móriárok felől, hogyha egy befújt a jó kis ideg északi szél, egy nyitott pályán a lelátó az pont szembe volt éjszakkal, tehát a néző az a szemébe kapta az esetleges havat, ami megérkezett a széllel. Tehát nem lehet azt mondani, hogy kimondottan közönségbarát körülmények lettek volna arra vonatkozólag, hogy legyen mérkőzésről mérkőzésre egyre több néző, amit ugye ma a sportvezetők mindig kihangsúlyoznak, hogy családbarát sportesemények lennének szükségesek, hogy együtt menjenek, igen, olyan stadionokban, mint amik ma vannak, olyan jégcsarnokokban, amiknek remélem lesznek, és olyan kézilabda eseményekre, hogy térjek át egy másik sportágra, ahol akár Szegeden, akár Veszprémbe, akár a fővárosban Fradi női kézilabda meccsein, tényleg családbarát körülmények között lehet sportot nézni. Ami fontos volt, hogy az első időszakban ugye ez a Volán BVSC vegyes, válogatottal teletűzdelt együttes játszott, utána pedig óhatatlanul is eljött az az időszak, amikor a vezetéseddel, a szakmai vezetéseddel meg kellett találnia azt a fehérvári magot, akik kellően tehetségesek ahhoz, hogy a későbbiekben már igazi fehérvári Volán legyen ez az együttes. Hogy milyen volt a kezdet? Amit említettél, az 1980-as évben a BVSC megszűnésével 6-7 válogatott alapember, itt a Bálint, Pintér, Szajlai, Palla, Kis Tibor sorra gondolok például, vagy a Gyöngyösi Jenőre, vagy az Ávori Zsoltra, tényleg úgy volt, hogy a fele BVSC volt, fele Volán, ebből alakult ki egy olyan csapat, amelyik még idézőjelbe, de hát az első vidéki bajnoki aranyat megnyerte 1981-ben. Ezt követőleg viszont a helyi utánpótlásból bejátszott emberekkel, illetve annak már a második generációjával, az elsőbe volt a Kóger Pisti, a énekes. Pesti Zoli, Énekes Lajos, Hegyi Zoli, Endrődi Zoli, kapásban az egész csapatomat föl tudnám sorolni, most ezt nem teszem. Ez a generáció, ezek 64, 65, 66-os születésűek voltak. A második generáció, az a 74, 75, 76-os születésű, az a Palkovics Krisztián, Ocskai Gábor, Zalavári Miki, Balajti Viktor, Horváth Balázs, ezek a gyerekek mind voltak világbajnokságon, több világbajnokságon, mondjuk a Krisztián meg a Gábor az közel 20 világbajnokságon vett részt, és hát épp most volt annak a bajnokcsapatnak, a 99-esnek a 20 éves jubileumi találkozója az elmúlt hetekben, akik azt a idézőjelben első már tiszta fehérvári bajnoki címet megnyerték. Abban a csapatban is voltak igazolások, mert itt volt a Kangyal Balázs, az Ancsin Laci, voltak nagyon jó orosz légiósaink, a Kis Tibi volt annak a csapatnak az edzője, és akkor a 90-es évek közepétől, tehát még ezt a bajnok csapatot megelőzően, már kétszer ott voltunk a küszöbön, Boris Puskarjov vezetésével, amikor a Papp László arénában két bajnoki döntőt sajnos elvesztettünk a Fradival szembe, pedig az egyiknek az alapszakaszát veretlenül torony magasan megnyerte a csapat. Nagyon jó kis csapatunk volt abban az időben. És nagyon áhította akkor már a közönség. Tehát addigra eljutottunk odáig, hogy a 77-ben 300 néző, akkor amikor 81-es bajnokság volt, akkor 800 néző, és aztán ebből lett hirtelen 2000, 2500, 3000 néző. És azóta is így van. Akik már nagyon-nagyon várták azt a sikert, ami aztán 99-ben először bekövetkezett, és annak a megünneplése szerintem, aki azon a mérkőzésen, vagy az azt követő ünnepségen részt vett, az tudja azt, hogy az volt a number one. Így van. Mennyit változott a játék a légiósok megérkezésével, illetve a különböző nációkból érkező edzők szerepvállalásával? Szerintem abba tudtunk nagyot változtatni a fejlődési ütemünkön, a sajátunkén, hogy nagyon jó külföldi edzők kerültek ide. Puskarjovot említetted, ugye? Kezdődött a 90-es évek elején, igen. Ebben azért mindig úttörők voltunk. Tehát a Puskarjov egy nagyon hosszú időt, egy évet játszott, utána 5 évig edző volt.
akkor őt követte, aki nagyon neves és sikeres edző volt, az Ján Jaskó, aki szintén nyert bajnokságot, kupát, interligát, mindent a csapattal. Őt követte a Pet Cortina, akit külön nem kell bemutatni, mert a legsikeresebb magyar edző, aki itt dolgozott válogatottnál, és ugye klubnál csak nálunk, és nagyon szép éveket töltöttünk együtt, azóta is azt mondom, hogy ennyi idősen már nyugdíjasként bevallhatom, hogy a kedvenc edzőm volt, és emberileg is egy olyan ember, ami nagyon-nagyon ritka, és nem véletlenül tudta ő elérni a magyar sportba azokat a sikereket. Ugye 2008-as szaporói feljutást követőleg tavaly évben a női válogatottat is fölvitte az A-csoportba. És hát azt követőleg is NHL-es edzők, Ted Sathert említem, vagy mind a mai nap például Hannu Järvenpa, egy szenzációs szakember. Eljutottunk mondjuk úgy, hogy a Lidl áruháznak arra a polcára, ahol már nagyon jó termékek van, vannak. Szemségben. Igen. Ráadásul. És korán sem mindegy, hogy Jószerivel, tehát ehhez a kiválasztás mikéntje is hozzájárult. Mert ha itt a felsorolásból is tudjuk, tehát volt szovjet, cseh, finn, kanadai edzők, és persze magyar edzők is voltak, tehát ne feledjük el, hiszen a segéd másodedzők azok a Magyarországról származtak. Ugyanakkor volt egy fontos pillanat, hogy szintet kellett lépni. Ez az Ébel álom a te álmod volt. Az óriási vita előzte meg, mármint szakberkekben. Ezhez mi kívülállók nem igazán fértünk hozzá, de tudjuk, hogy nagyon sok embert kellett meggyőznöd ennek a szükségszerűségéről, mert ez szükségszerű volt mindenképpen, tehát szintet kellett lépni ennyi idő után. Igen, hát a 2000-es években ugye a Kovács Zoltán főtitkár úrra karöltve, mi azért molyoltunk nagyon sokat azon, hogy lehetne erősebb bajnokságot csinálni, hogy lehetne erősebb versenyeztetési rendszert ahhoz, hogy tudjon a válogatott egy szintet lépni. Egy nagyon értékes, nagyon erős, nagyon jó korosztály alakult ki itt a 90-es évek elejére. A Kercső Árpinak a munkája, ugye Dunaújvárosba beérett nagyon sok 10-12 stabil dunaújvárosi válogatott játékossal. Mindig hozzátettünk mi azt 3-4-et, 5-öt, illetve Szuper Levente, Angyal Balázs, és sorolhatnám azokat, akik nem fehérváriként és nem dunaújvárosiként kerültek be a válogatottba, de a dolog lényegi része az volt, hogy szerintem az utolsó ilyen nagy fehérvári neki buzdulásunk, ez a Continental Kupa döntőnek a megrendezése volt, ami egy komoly pályázat után sikerült, és utána annyira sikeres volt 2005-ben, hogy 2006-ban és 2007-ben is a Nemzetközi Szövetség fölkért bennünket, hogy rendezzünk, viszont ott az utolsó rendezvényen két olyan meghatározó szponzorunk is jelezte felém, hogy ha nem tudunk váltani, és nem tudunk ebbe az irányba elmenni, hogy ilyen szintű csapatokkal játszunk, hanem visszamegyünk a, kicsit mondom csúnyán, a lebutított interligába, honnan már két szlovén élcsapat elment az osztrák ligába, akkor nagyon nehéz lesz nekik mellettünk maradni. És akkor jött a véletlenszerű hír és ötlet, amivel én Tóth István vezérigazgatóval való egyeztetés után elindultunk úgy az alagútba, hogy nem volt nálunk zseblámpa. Tehát ez volt 2007, mondjuk március közepe, és május végére pedig eldőlt az, hogy fölvettek bennünket az Ebelbe. Hihetetlen komoly anyagi feltételeknek a leírásával egyidejűleg. Abban az időben hát majdnem a 20%-át az éves költségvetésünknek pluszba le kellett tenni bankgaranciába azért, hogy elindulhassunk. Tehát ez 150 000 euró volt, ami, de hozzáteszem, egy eurónk nem volt. Tehát ez azért mondom, hogy nagyon bátor, hogy mondjam, még ilyen öngyilkossági kísérletnek is lehet nevezni ezt a vállalást. De hát ez egy misszió volt mindenféle értelemben, és jó, hogy nem tágítottatok, hiszen az idő meghozta az eredményt, mármint abban az értelemben, hogy ma már senki nem kérdőjelezi meg, főleg így, hogy a magyar jégkorongsport folyamatosan fejlődik. Egy dátumról mindenképpen, hogy kell beszéljünk, ugye
elmúlt tíz esztendeje, hogy Gábor nincs köztünk. Március 25-ét írtunk. Hát emlékeznünk kell mindenképpen. Hát eltelt 10 év, de az emlékek, így, hogy most ezt a kérdést föltetted, ugyanúgy fölvillannak azok a képek, amik az előbbi hosszú felsorolásból, amit siker hátán volt, Kontinentál Kupa döntők, 2002-es Székesfehérvári Divízió 1-es világbajnokság, ahol majdnem följutottunk, ezt követőleg a szaporói feljutás. Hát ezeknek a Gábor mind aktív és nagyon erőteljes részese volt, és akkor ugye a 2009-es bajnoki döntő után 3 nappal sajnos ő távozott innen a földről, és mind a mai napig, természetesen most, mint ezt édesapa mondom, hát nekem nincs olyan nap, hogy ne fordulna meg az ő személye az én gondolataim között, még ha ezt sokan túlzásnak is veszik. Én csak annyit tudok mondani, hogy az feldolgozhatatlan, sok tragédia éri az embert, ugye elveszti a családtagokat, természetes, hogy az idősebb szülők elmennek a nagyszülők először, aztán a szülők, de egy ilyen fordított dolog az felfoghatatlan, és tényleg nekem is, nem szeretnék neveket mondani, nekem is volt olyan ismerősöm, amíg én nem tapasztaltam személyesen ilyet, hogy mindig úgy néztem arra az emberre, akivel ilyen történt, hogy olyan megdöbbenve. És én ezt a megdöbbentséget érzem a mai napig sok ember részéről, aki úgy néz engem, hogy na, az öreg ezt hogy dolgozta föl, vagy már elengedte, vagy már elfelejtette. Én csak annyit tudok mondani, hogy ezt nem lehet elfelejteni, ezt ameddig ki fogom tudni nyitni a szemem, addig ez központi helyen lesz, és az elmúlt 10 évenben is a munkámnak, hozzáállásomnak, agresszivitásomnak és mindenfajta ténykedésemnek abszolút részese a Gábor. Igen, hát a 19-es mez sajnos ott van fönt a mi lelkünkben is, azért akárhányszor beszélünk róla, ez így van. Ugyanakkor a Zsuzsa, ma beszélgettem a Zsuzsával egyébként, hogy a Bence kapus lesz, a Benedek pedig fantasztikus sort, kanadai táblázatot vezeti 4 mérkőzés után nagyszerű eredménnyel. Ez valamelyest segít nyilván, másrészt pedig, hogy István fiad is a zenében megtalálja a jövőjét. Ugyanakkor, amikor jövőképet kellett építeni, akkor nyilvánvaló, hogy a klubot is meg kell erősíteni. Az elmúlt időszakban a várt nagy áttörés, tehát az elődöntőbe jutás, 4 közéjutás, ez nem jött össze, az idén pedig hát lehetőség nyílik rá. A Hidró szerepvállalása mennyit segít ebben? Ugye most már Hidró Fehérvár AV 19 a név. Én úgy érzem, hogy mivel 16 óta én már kimondottan aktív vezetőként nem tevékenykedem, szaktanácsadóként ott vagyok minden hétköznap a csapat vezetése körül, és tudom a híreket, meg foglalkoztat is a dolog, meg a fiatal urak sokszor meg is kérdezik a véleményemet. Én azt tudom mondani, hogy az anyagi stabilitás szerencsére most úgy tűnik, hogy megvan ezzel a belépéssel, de minden év olyan, hogy az már egy nagy öröm, hogyha annak a szezonnak a végét látja a vezetés. Én tudom azt, hogy ez egy 3 éves kontraktus. Én nagyon bízom benne, hogy ebbe a ciklusba bele fog férni az, ami eddig még nem fordult elő, hogy esetleg 4-be kerüljön a csapat, de hangsúlyozom, hogy most ott, hogyha megkérdezné valaki, hogy kik a top csapatok a 4-be, hát rögtön 5-öt kéne mondanom, és nem tudom, hogy ki lesz az a 4, ahova nekünk be kell kerülni majd a legvégén, de az a sport ettől szép. Tehát úgy kell neki indulni egy szezonnak, ahogy a szurkoló neki indul, hogy vesz egy bérletet, mert optimista, és nagyon várja azt, hogy a playoffba a legjobb 8 között a Fehérvár túllép azon az első lépcsőfokon, ami eddig nem sikerült, és a legjobb 4 közötti meccseket is láthat az a szurkoló, aki egyszerűen csak azt tudom mondani, hogy csodálatos, mert itt
olyan hangulat, mint ami itt van, az Ebelben jóformán egy helyen nincs, mint a fehérvári csarnokban, és ezért lenne nagyon fontos az, hogy egy kicsit talán majd a későbbiekben, talán majd polgármester úr be tud jelenteni egy jó hírt, hogy lesz majd ennek a csapatnak egy új létesítménye, ahol ennél azért kulturáltabb körülmények között zajlanak az események. Még egyszer mondom, ez a hangulat, ez az új csarnokban biztos, hogy nem lesz meg. A nézőknek viszont nagyon-nagyon szüksége lenne arra, hogy ennél azért összkomfortosabb, kulturáltabb körülmények között tudják élvezni ezeket a mérkőzéseket. Mert ahogy halljuk, tudjuk, ez a 3280 és 3350 közötti állandó nézőszám. Egyébként a csapatsportok között messze a legtöbb nézőt a jégkorongon, az a hála Istennek. Akkor ez akár meg is duplázódhat egy-egy nagy rangadón. No, hát végül is egy kérdés maradt. Milyen gondolatokkal fogadtad az értesítést a díszpolgári címről? Az be kell valljam férfiasan, hogy megkaptam meghívót erre az ünnepi közgyűlésre, ami Velencén volt. Egy kicsit meg is lepődtem, mert a megyei közgyűlésekre nem szoktam kapni meghívót, a városiakra mindig, mivel most már 9 éve a polgármester úr szenátusának is tagja vagyok. Nagy örömmel elfogadtam, válaszoltam is, hogy megjelenek a rendezvényen, de nem volt tudomásom semmifajta díjról a közgyűlésen, és azt tényleg a legőszintébben mondom, hogy hát engem lepett meg a legjobban, amikor dr. Mikó Péter után időse Bocskai Gábor nevét mondták be a díszpolgári cím átvételére. Még talán meg is hatódtam, mert azért ahogy korosodom, az ilyen meghatódások és a könycsepek megjelennek az ember szeme sarkába. Én szerintem ez abszolút nem probléma. Én úgy érzem, hogy az érzések szükségesek egy ember életében. És az a taps, amit ott kaptam, minden szerénytelenség nélkül azt mondom, hogy az pedig nagyon-nagyon szép és nagy élmény volt, ahol is még rajtunk kívül 20 kitüntetett ott volt a megye teljes vezetése, politikai, egyházi, és mindenféle oldalról lévő gazdasági szakemberekkel az élen. Egy óriási megtiszteltetés nekem, hogy akik engem erre a posztra javasoltak, vagy címnek a viselésére, és most már tényleg azt tudom mondani, hogy annyi ilyen elismerést kaptam itt az utolsó 10 évenben, amire életemben nem gondoltam volna, és ezt azért részben köszönhetem magamnak, de ezt inkább annak a közegnek és annak a sportágnak, amelyikben 55 éve dolgozom. Tehát itt a fehérvári sportvezető barátaimat meg kell említeni, akikkel 42-43 évet küzdöttünk együtt, hogy lépésről lépésre előre jussunk. Vagy gondolok arra a régi szövetségi vezetésre, akikkel eljutottunk onnan, hogy 2000-ben Grenoble-ban megvertük a francia válogatottat, és annyi pénzünk nem volt, hogy a csapatnak folyadékot vegyünk, a saját bankkártyánkról kellett levenni pénzeket ahhoz, hogy tudjunk venni valamit a fiataloknak. És utána meg most arról beszélünk, hogy újra szeretnénk az A csoportba ott lenni. Tehát egy nagyon-nagyon hosszú út, rögös út, ami végig lett járva, és én mindig azt mondtam hasonlatként a játékosoknak az öltözőben, ezt sokan hallották már tőlem, hogy mindig próbáljuk meg minden szezonban megmászni azt a legmagasabb hegyet, amit úgy hívnak, hogy csomolunk ma, és ha már eljutottunk 7800-ig, akkor azt a utolsó 1000 métert próbáljuk meg összeszorított fogakkal megcsinálni. Most is erre biztatok mindenkit, az utódaimat, a vezetőket, hogy bátran tegyék mindig föl a lécet olyan magasságra, amit még nem ugrottak át, mert ha nem olyan magasra teszik, akkor ez nem szolgálja azokat az érdekeket, amit a sport ad. Történjék így. Köszönöm, hogy megtiszteltél, és még egyszer mindannyiunk nevében tisztelettel gratulálok. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmüket. Mai vendégünk Kocskai Gábor, aki Fejér megye díszpolgára lett ez idén. Minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra!